Ez az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Hivatalos videója, ezzel népszerűsítik ingyenes programjukat. Az OFA-hoz tartozott többek között a diplomamentő program is. A társaság vezetője szerkesztőségünknek azt mondta, sofőrképzéseik is nagyon népszerűek, hiszen közel 37 ezeren regisztráltak a hivatásos gépjárművezető és buszvezető tanfolyamokra. Közülük 4600-an már képzéseken vesznek részt, sőt akad, aki már teljesítette is vállalt kötelezettségeit. 740 fő, aki végzett már ezeken a képzéseinken. A hazai közúti áru- és személyszállító vállalkozások egy 6000 fős hiányt jelöltek azonnaliként. Mi 6000 főt szeretnénk képezni, és remélhetőleg folytatódik a képzési sorozat, mert úgy látjuk, hogy folyamatos az igény. A programban azt tud bekapcsolódni, aki egy hazai személy- vagy áruszállító vállalkozástól vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik, vagy ígérvényt kap, hogy a képzés végén őt fogja alkalmazni. Kizárólag hazai munkáltatóknak szeretnénk képezni. Egy ilyen körülbelül 40-50 millió forint értékű tehergépjárműben akár 25 tonna áru is elfér, így jelentős összegekért felel a jármű sofőrje. Ezért a szállítmányozással foglalkozó cégek legtöbbször tapasztalt járművezetőt keresnek. Sofőrállása van érdeklődő. Ugye nagy cégek sem híresek arról, hogy adnának lehetőséget az új sofőröknek, bár ebben az évben azt gondolom, hogy a mi cégünk is csatlakozott egy ilyen kezdeményezéshez, hiszen most is van olyan sofőrünk, aki 0 kilométerre ült be az autóba, igyekszünk felkészülni a kihívásokra. Az OFA ingyenes sofőrképzéseire előreláthatóan január végén lehet újra jelentkezni. A tanfolyamok azért is segítik az érdeklődőket, mert egy-egy hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzése akár 8-900 ezer forintba is kerülhet.